Sok szeretettel üdvözlök benneteket. Ma eljöttem megmutatni nektek egy új projektet. Itt még nem mutattam nektek lakásokat. Az épület neve One Tower, egy 20 emeletes épület. Most egyébként a 6. emeleten vagyunk, itt van egy stúdiólakás, amit meg lehet vásárolni. Az épületről mindig kell tudni, hogy a 13. emeleten van a medencéje. Nagyon közel vagyunk a tengerparthoz, kb. 60 méterre. Itt vagyunk a Pratamnak a 4-es utcában, annak is a végénél. Hát körülbelül innen olyan 30 méterre van egy gyönyörű resort, Birds and Bees az a neve, amit úgy kell elképzelni, amikor átsétálunk rajta, mint egy dzsungelben lennénk, és körülbelül onnan 40 méterre van a tengerpart, szóval nagyon jó környéken vagyunk. Ez az ingatlan egy stúdiólakás, 30 négyzetméteres, 1.800.000 tájbátba kerül, tehát megközelítőleg 18 millió forint, és saját névre vásárolható. Nagyon fontos, szétnéztem szintén a piacon, ebben az épületben körülbelül az átlagos négyzetméter ár olyan 100.000 bát környékén mozog. Ha ezt kiszámoljuk, akkor ezen 60-65.000 körül van, tehát megközelítőleg a 30-40% környékén van a áringadozás. Tehát igazándiban azt mondhatjuk, hogy ez jóval a piaci érték alatt van. A lakásról, tehát a 6. emeleten vagyunk, van egy kis tengeri kilátása, és a szemközti golfklubba is belátunk, tehát szerintem nagyon szép. Még egyébként annyi, hogy meg fogok az épületben mutatni nektek egy egyhálós lakást is, természetesen egybe, vagy akár külön is meg lehet vásárolni. Tehát a lakásról, ez egy 30 négyzetméteres ingatlan, teljesen be van rendezve. Elsőre, amikor bejöttem, picit furcsáltam, nem találtam az ágyat, hát ő az, ez egy szófabed, tehát ez kihajtható, és hogy tudunk aludni. Megnéztem egyébként, ágynemi minden van, tehát ez tökéletes az a lakás. Ugye itt található a konyha, itt van a főbejárat, tehát itt a konyhánk. Mindennel felszerelt, itt található egy gardrop szekrény. Szóval jó minőségű, csak itt valakinek ruhája is bent van, úgyhogy nagyon nem nézünk be. Innen jobbra található a bejárattól a fürdőszoba, ahol van egy tusolónk, WC és egy mosdó. Szerintem a méretben ez egész jó. És itt dekoráció elemek, egy asztal, dolgozóasztal, ez nem tudom, ez valami kis tároló dolog. És akkor nézzük meg az erkélyt. Tehát, mint mondottam, kilátás a szemközti lévő golfklubba, illetve tengerre ugyanúgy. És ezen az utcán lemegyünk, tehát kb. 30 méterre található az a resort, amit meséltem, és onnan be lehet menni a tengerpartra. Tehát nagyjából ez így néz ki, ez a stúdió lakás. Most arra gondoltam, akkor megnézzük az egyhálóst is, és akkor utána, ha az idő is úgy akar, mert picit be van borulva, lemegyünk a tengerpartra, és megmutatom azt is nektek. Tehát megérkeztünk az egyhálós lakásba is. Ez egy 48 négyzetméteres ingatlan. Bútorozott, bár egy pár dolog hiányzik, mint látom, hűtőszekrény, mikrohullámos sütő, mosógép. Tehát pár dolog azért kerepbe, de ez a lakás, mint mondottam, 48 négyzetméteres, a 17. emeleten van, és ez a másik oldalára néz, tehát ebben gyönyörű tengeri kilátásunk van. A piaci ára, illetve ez az eladó, ez egy orosz tulajdonos, ezt 5,5 millió tájbátért vette annó, most 3.600.000-ért árulja. Szerintem is ez nagyon jó vétel. Saját névre vásárolható. Akkor nézzünk egy picit körül, tehát ez itt a konyha, mint mondtam, egy pár dolog hiányzik, egyébként jó minőségű fehér fújt konyha, egy nagy főzőlappa, ami 4 darab főzőlappa rajta. Normális esetben egyébként csak 2 szokott lenni, tehát ez egy dupla, ezt inkább a kéthálós lakásokba szokták berakni, de itt ebbe be van rakva. Van egy étkezőnk, itt van egy szófánk, ide ugye kell majd egy tévé, és akkor itt jövünk ki az erkélyre. Nézzük meg, mert nagyon szép a kilátása. Tehát tengeri és a szemközti Kolán levő szigetre néz, de itt is ez a rész. Tehát konkrétan, amit mondtam, az a Birds and Bees nevezetű hotel, az innentől kezdődik, onnan levégig, ez a nagy növényzet. Itt szembe levő épület a Peak Tower, itt már csináltam több videót, és 6 lakás menedzserünk már. Ott a hegye, hegy, és onnan láthatjuk egy picit a öböl részét.
Szóval ez egy nagyon, szerintem nagyon szép kilátás. Menjünk, nézzük meg a hálószobát és a fürdőt. A fürdőszobából ugyanúgy, mint a legtöbb lakásból, két irányból tudunk bejutni, tehát be tudunk a nappaliból is és a hálószobából is. Itt található egy, szerintem egy nagyon nagy jó méretű gardrób szekrény. Két oldalra nyílik, úgyhogy szerintem ez bőven elegendő. Van egy ágy, matrac az hiányzik belőle. Ugye van két kis szekrényünk lámpával, és ugye ugyanúgy a gyönyörű kilátásunk nyílik a tengerre. Mondjuk nézzük meg a fürdőszobát. Szintén tusoló, de viszonylag ez egy nagy tusoló rész. Itt van egy mosdónk, egy jó nagy tükörrel, és itt a vécénk. Jó tágos lakás egyébként. 3 méter belmagasság van körülbelül, van két légkondicionunk természetesen. Be is van függönyözve, tehát mint mondottam, egy pár dolog szükséges ahhoz, hogy mondjuk ezt ki tudjuk adni bérbe, de alapjában véve a lakás rendben van. Most arra gondoltam, följön, megnézzük a hát nem is a 13. emeleten, hanem a 12A emeleten, ami a 13. Megnézzük az edzőtermet és a medencét, úgyhogy akkor mehetünk is. Tehát megérkeztünk a 12A emeletre, ami a 13. Első körben szeretném nektek ezt a részt megmutatni. Ez egy ilyen közös helység, hogyha valaki partit vagy rendezvényt akar csinálni, ezt megteheti. Van itt egy komplett konyha, sütővel, mikróval, mosogató, le lehet ülni, szerintem egy olyan 10 főnek tök jó. Van egy nagy hűtő is itt, bárpult, bárszékekkel, és itt van az edzőterem. Nézzük meg első körben az edzőtermet. Ami szerintem tök jó méret. Van futópad, fekvenyomó, hasazásra való gépek, úgyhogy, és természetesen klímázva van. És gyönyörű kilátás van mellett közben, hogyha az ember edz. Tehát szerintem ez egy jó méretű edzőterem. Most egyelőre üres, szerintem ezt ma kezdték megnyitni, ma egyébként május 17-e van, amikor ezt fölvesszük, és most kisebb könnyítések vannak Tájföldön, úgyhogy ezek szerint ezért van nyitva. De mondjuk a medence az nincs, menjünk, nézzük meg a medencét. Itt első körben van egy ilyen kis pihenő rész, akár napozni is lehet. Gyönyörű kilátásunk van, és itt a medence, ezt megnézzük a másik, illetve hölgyeknek, uraknak, menjünk, nézzük meg, itt van egy WC, illetve szauna és gőzkabin. Külön a hölgyeknek és külön az uraknak. Így akkor felsétálunk ide. Itt vannak a liftek. Innen lehet feljönni, bejönni. És itt szintén található napozó rész, napágyakkal. És a medence. Szerintem elegendő méret, jókat lehet benne úszni. Nyilván most nem, mert le van zárva. És szerintem egy nagyon kellemes kilátásunk van. Ami nagyon fontos, eljövök ide. Ugye itt van a golfklub, amit mondtam, és innen, mint látjátok, lévonalban is szerintem 60 méter körülbelül a tengerpart. Úgyhogy arra gondolkozok, hogy akkor most le is menjünk és megmutatom nektek. Mivel most közterületen vagyok, fölvettem a maszkot, ne legyen ebből probléma. Remélem tetszett az út, ahogy lejöttünk a tengerparthoz. Sajnos nem tudunk lemenni a tengerpartra. Mint látjátok, ott van a bejárat, ez most le van zárva, de konkrétan itt a tengerpart, ami szerintem tök szép, és most tök jó idő van. Ahol most vagyok egyébként, ez egy étterem, nagyon hangulatos, tehát ha valaki ott lakik, bérlő, vagy bárki le tud jönni a tengerpartra, tud rendelni italt, vagy ennivalót, amikor lent van, szóval szerintem ez egy tök jó környék. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, és remélem tetszettek a lakások is. Két hét múlva újra találkozunk. Szervusztok!